Jóhiszemű feltételezések. Vajon mit szólna az ENSZ illetékese, netán a főtitkár, ha egy bátor szervezet napjainkban benyújtaná a trianoni revízió kérelmét? Ha egyáltalán komolyan vennék, lennének olyan személyek, kik ezt elősegítenék, ami felette kétséges, feltehetően kimondaná, hogy ugyan, mint a Népszövetség jogutódja illetékes lenne az ügyben, de ez csak a trianoni szerződésre vonatkozik, mely már nincs érvényben, helyébe a párizsi békeszerződés lépett, mely nem utal a revízió lehetőségére, ennél fogva az ENSZ ez ügyben illetéktelen. Tételezzük fel, és ez már a harmadik feltételezés, hogy valamilyen csuda folytán mégiscsak napirendre tűznék a Justice for Hungary igazságot Magyarországnak kérdést. A határozatot, amennyiben számunkra kedvező, vagy akár csak részben kedvező, a biztonsági tanács a BT elé kell terjeszteni. Mint azt tudjuk, a tanács állandó tagjainak vétójoga van. Vizsgáljuk meg! Az Egyesült Államok tekintettel arra, hogy a mai napig nem ratifikálta Trianont, nem élne vétőjogával. De ne feledje a hallgató, hogy mint ez csupán csak erősen felnagyított, jóhiszemű feltételezés, akárcsak a többi tag esetében is. Oroszország. Ha a titkos 1989-es genfi megbeszéléseket veszük figyelembe, akár még lehetséges is, hogy nem fog élni vétójogával. Szovjet Oroszország nem volt meghívva a Versailles-i trianoni békekonferenciára, így a konferencia okmányát nem írhatta alá, sőt az akkori szovjet ezt elítélte. Sztálin pedig már rég kiátkozva, még a szovjet hatalom részéről is. Kína. Népköztársaság. Ne feledjük, hogy még mindig kommunista ország. Ám ügyes politikai manőverekkel megnyerhető. Kína előrelátó, okos politikát folytat. Európai befolyása érvényesítésénél döntő szerepe van, geo- és katonaföldrajziak a Kárpát-medencének. Talán ez esetben a kínai népköztársaság nem él majd a vétójogával. Nagy-Británia. Feltehetően majd az USA-t fogja követni, mindig is hű csatlósa volt 1940 óta, hiszen nagy hatalmi státuszát is az USA-nak köszönheti, melyet ma már csak kellő udvariassággal említenek. Tegyük fel, hogy Nagy-Británia nem vétózik. Franciaország. Clemenceau és a Versailles-i szülő anyja. Ne rágódjunk rajta, biztos a vétó. Még akkor is, ha pár évvel korábban az akkori francia államelnök megkövette Magyarországot, még akkor is, ha a mai államelnök a magyar Sárközi, kinek nagyapja Szolnokváros polgármestere volt. Mindennek dacára, hogy a lehetetlenben tovább léphessünk, tegyük fel, hogy Franciaország sem vétózik. Már a nyolcadik ha-nál tartunk. Nem sok ez egy kicsit? Nagyon is sok, de még több, ha is következik. Addig, amíg az okfejtés végére érünk. Tehát ott tartottuk, hogy az ENSZ határozatot hozott a javunkra a BT állandó tagjai nem éltek vétó jogukkal, most jön a határozat végrehajtása. A Trianon torszülöttei felszólítanak az ENSZ által hivatalosan, hogy adják át részben vagy egészben önként a Trianonban elcsatolt területeket. Vajon melyik rabló fog önként lemondani a rabló területről? Jóhiszemű feltételezések. Vajon mit szólna az ENSZ illetékese, netán a főtitkár, ha egy bátor szervezet napjainkban benyújtaná a trianoni revízió kérelmét? Ha egyáltalán komolyan vennék, lennének olyan személyek,
kik ezt elősegítenék, ami felette kétséges, feltehetően kimondaná, hogy ugyan, mint a Népszövetség jogutódja illetékes lenne az ügyben, de ez csak a trianoni szerződésre vonatkozik, mely már nincs érvényben, helyébe a bárizsi békeszerződés lépett, mely nem utal a revízió lehetőségére, ennél fogva az ENSZ ez ügyben illetéktelen. Tételezzük fel, és ez már a harmadik feltételezés, hogy valamilyen csuda folytán mégiscsak napirendre tűznék a Justice for Hungary igazságot Magyarországnak kérdést. A határozatot, amennyiben számunkra kedvező, vagy akár csak részben kedvező, a biztonsági tanács a BT elé kell terjeszteni. Mint azt tudjuk, a tanács állandó tagjainak vétójoga van. Vizsgáljuk meg!